Fotosnyi Ceglédi Zsuzsannát, Tiszadás község polgármesterét a Magyar Falu program keretében nemrégiben felújított orvosi rendelő beruházásáról kérdeztük. Tiszadás polgármesterével, Fotosnyi Ceglédi Zsuzsannával beszélgettünk. Nemrégiben került átadásra, felújításra a házi orvosi rendelő. Nyilatkozta televíziónknak a polgármester asszony. Önkormányzatunk sikeresen pályázott 2019-ben a kormány által támogatott 100%-os támogatottsággal bíró Magyar Falu programba, és ez volt az első magyar falus pályázatunk, ami sikeres elbírálásba részesült. A pályázatban az orvosi rendelő tetőszerkezetének a felújítását céloztuk meg, és az elnyert összeget, ami majdnem 13 millió forint, a épület teljes tetőcseréjét valósítottuk meg belőle. Lecserélésre került a tartószerkezet, a födém, a tetőlécezés, és új mázas cseréppel lett ellátva az épület. Emellett kicserélték a esőcsatorna rendszert, a két terasz leburkolásra került, és ami nagyon fontos, és egy több éves hiányosságot pótoltunk, hogy a rendelő vagy a váróterem előtti terasz egy fedett részt kapott, ami ugye biztosítja, hogy esős idő esetén a babakocsit, a rokkantkocsival meg tudjanak állni ott a betegek, és biztonságban nem áznak a babakocsik meg a járművük, amivel jönnek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy önkormányzati ingatlanjainkat fejlesztjük, bővítsük, felújítsuk. Ebben nagy segítséget jelent az előbb említett Magyar Falu program. Ugye a 19-es pályázattal már elszámoltunk, és ez évben is az önkormányzati ingatlanos pályázat keretében az orvosi rendelőnekben a fűtés korszerűsítését kívánjuk majd megvalósítani, hogyha nyer majd a benyújtott pályázatunk. De a többi intézményben is nagyon sok eszközt, sok felújítást tudunk ennek a programnak köszönhetően megvalósítani.